csúsztatásoktól és valótlanságoktól hemzseg az a szöveg, amit Bomba Gábor hétfőn osztott meg a Facebookon, így reagált a bejegyzésre Szekszárd polgármestere. Az ilyen Szekszárd frakció vezetője hosszú posztjának már a címe is hazugság átsezső szerint. Bomba Gábor ugyanis azt írta, idézem, Szekszárdon megszűnt a mutyi. Pedig átsezső szerint éppen az ilyen Szekszárd döntései nyomán köttettek például különös átláthatatlan ügyvédi megbízások az önkormányzat és az önkormányzat cégei között. A sportcsarnok ürömi illetőségű igazgatójától pesti, szegedi és pécsi ügyvédirodákon keresztül én azt gondolom, hogy egyértelműen mutattak, hogy nem számítanak a szekszárdiakra, nem számítanak a szekszárdi vállalkozásokra. Az ország különböző városaiból hoznak ide különböző partnereket, hogy eddig működjenek együtt. És én azt gondolom, hogy a megtakarítással szemben az áll, hogy több tízmilliós ügyvédi megbízások vannak, aminek kézzelfogható eredményét a mai napig nem látjuk. Átsezső szerint a sportközpont élére kinevezett Ürömről származó igazgató és a más nagyvárosokban élő megbízott ügyvédek szerződései is azt mutatják, hogy az ilyen Szekszárd frakció vezetője félrevezeti az embereket, amikor folyamatosan azt kommunikálja, hogy a Tolnai megyeszékhelyen élő vállalkozókat akarják helyzetbe hozni. A Facebook posztban Bomba Gábor arról is ír, szerint az ő munkájuk eredménye, hogy Szekszárdon az elmúlt hónapokban felgyorsultak a nagy beruházások. Átsezső viszont azt mondja, egyetlen pályázatot sem nyert idén a város. Minden most futó vagy induló fejlesztésről az előző ciklusban, még az ilyen Szekszárd előtt született döntés. A polgármester szerint érthetetlen az is, miért ír Bomba Gábor arról a közösségi médiában, hogy Átsezső egy személyben irányítja Szekszárdot, miközben minden egyes döntés előtt egyeztet a frakciókkal. Az elmúlt hetekben, hónapokban egyértelműen szerettem volna egyfajta együttműködést vagy közeledést elérni a többségben lévő frakcióval, de minden egyes kérdésünkre, minden egyes közeledésünkre egyértelműen elutasító választ adtak. Ez pedig a város érdekében sem idén, sem jövőre, sem a következő 4 évben nem fog megoldást hozni. Átsezső szerint az is visszás, hogy Bomba Gábor rendszeresen úgy posztol a Facebookra, mint a ő irányítaná Szekszárdot, pedig a tavalyi választáskor az emberek egyértelműen kifejezték, hogy nem akarják őt polgármesterként látni, a közgyűlésbe pedig nem is választás útján, hanem kompenzációs listán jutott be. Túl kéne azon lépni, hogy őt nem választották meg sem képviselőnek, sem polgármesternek. A szekszárdiak kimondták a véleményüket, gyakorlatilag csak listáról tud bejutni a közülésre, és onnan próbálja meg a többséget biztosítani és irányítani a várost. Én azt gondolom, hogy ezen most már ennyi idő elteltével túl kéne lépni, és el kéne fogadni azt, hogy ő rá, mint képviselőre, mint polgármesterre a város többsége nem voksolt. A polgármester nyilatkozatával kapcsolatban megkerestük Bomba Gábort is. Kíváncsiak lettünk volna, nem tartja-e aggályosnak, hogy arról beszél, helyi embereket hoznak helyzetbe, miközben pécsi, szegedi és budapesti ügyvédekkel szerződtek, valamint Ürömről érkezett az általuk kinevezett sportigazgató Szekszárdra. Azt is szerettük volna megtudni, miért próbálja a saját sikerükként feltüntetni a város által az előző ciklusban elnyert pályázatokat. Bomba Gábor viszont adásunkig nem válaszolt a kérdéseinkre.